hétre az utolsó prehabilitációs gyakorlatunkhoz egy TRX lesz szükségetek. Ez egy egylábas guggolás lesz TRX kötél segítségével. Ugye ezt meg lehetne csinálni kötél nélkül is, de ennek a hétnek az a lényege, hogy tényleg egyszerű gyakorlatok legyenek, kezdők is könnyen kivitelezhessék, és ugye rehabilitálni tudjátok vele magatokat. Ugye a prehabilitációnak soha nem az a lényege, hogy ugye teljesítményt növeljünk, tehát nem 100 kilóval fogjuk végezni a prehabilitációs gyakorlatot, hanem minél egyszerűbben, minél kisebb súlyzókkal, ugye a mély izmokat tudjuk dolgoztatni. A kivitelezés szempontjából ugye egy kötér lesz szükségetek, amivel megsegítek magatokat, tehát tudtok támaszkodni rajta, kicsit tudjátok segíteni magatokat a mozgás közben. Szépen egy lábra álltok, majd a hátsó lábat elkezditek hátrafele nyomni, követi a csípő is a mozdulatot, mellkas kinyom, és próbáltok egyensúlyozni, úgyhogy ne forduljon el a csípőtök a gyakorlat kivitelezése közben, segíthetek magatokat nyugodtan a kezetekkel. Én arra szoktam koncentrálni, hogy a csípőm végig egyenesen nézzen, tehát előrefele nézzen. Szépen leengedem magam, próbálok minél kevesebb segítséget használni a kötél által, lefele beszívva levegő, bent tart, megfeszítem magam egy pillanatra, fölfelé kifúj, és egy nagy segítség, hogyha végig a térdetekre koncentráltok. Tehát próbáltok a térd és környékére koncentrálni, hogy ott történjen az erőkifejtés. Ez is egy kiváló bemelegítő gyakorlat. Minden prehabilitációs gyakorlatot lehet bemelegítésre és levezetésre is használni. Így fogjátok tudni megelőzni a sérülések kialakulását. És ismétlés számok tekintetéből pedig magas ismétlés számot ajánlok, 3x4x15 ismétlést, hiszen egy könnyű gyakorlatról beszélünk, és ugye minél többet ismétlitek, annál jobban tudtok majd koncentrálni a célterületekre. Ez a gyakorlat erősíti ugye a bokát, illetve a térdet, tehát a térd stabilizációját erősíti, hogy ne mozogjon jobbra-balra a térdetek, akár egy guggolásnál, vagy lépcsőzésnél.